Szeretnél Minecraftozni, de úgy gondolod, hogy a Windows 10-es verzió meg mindenféle ilyesmi túl drága neked? Akkor van egy csodálatos hírem, ugyanis az Enebát pontosan neked találták ki. A leírásban ott lesz a linkje, és hát amint látod, rengeteg tökéletesen király és olcsó játékot találsz fent az oldalon. Szóval, hogyha meg szeretnéd nézni az oldalt, akkor a leírásban megtalálod, és jöhet a videó. Gondolkoztam már azon, hogy amúgy milyen lehet velünk találkozni, vagy egyáltalán velünk survivalozni. Most ebben a videóban hasonlót fogunk kipróbálni, csak igazából annyi, hogy mi leszünk a szívek. Szóval ez mit is takar önmagában? Annyi, hogy kivisszük a Minecraftot úgy, hogy videós szíveink vannak, szóval, hogy érdekel a videó, akkor tarts velünk ebben a részben is. Itt vagyunk egy olyan videóban, sziasztok, sziasztok, és már tudjátok is a dolgotokat, amúgy, hogy csapassátok ezt a like gombot, különben kitörlöm a Minecraft. Valaki amúgy írta nekem, hogy nem mondjak ilyet, hogy kitörlöm a Minecraftot, mert akkor nagyon sokan megutáltok. Tehát, hogyha kitörlöm a YouTube csatornátokat, akkor nem tudtok megutálni, nem? Nagyon nem vicceltem, amúgy tudom, hogy nem fogok ilyet csinálni, csak valahogy rátok akarom bírni azt, hogy nyomjatok már meg azt a like gombot, téci, még iratkoztok fel. Ehem, köszi. Na de szóval, vegyünk is bele. Annyi a lényeg, hogy egyedi videós szíveink lesznek, szóval rengeteg cuccot kell még csinálnunk ebben a videóban, utána pedig le akarjuk győzni a Minecraftot, ami most egy szívem van. Nem akarom leteszteni, de vajon, hogyha most meghalok, akkor meghalok? Aha, igen. Hogy máshogy is tudnánk elkezdeni a csodálatos végigjátszásunkat, vagyis kihívásunkat, hogy fát vágunk, szóval üssük ezt a fadarabot, léci. Az elsődleges kihívásunk az lesz, hogy szenet találjunk, ugyanis szénből tudjuk az első szívünket megcsinálni, ami a szén szív lesz, tehát nem lesz az összes szív videós, mivel három videós van benne, de mindegy, vagy ezt nem akarom lebuktatni, most lebuktatotok. Megvan a fasákányunk, szerintem szerzek kaját, mert nem tudom, lehet, hogy kéne valami, hogy ne halljunk majd mindig éhen, meg ilyenek. Meg amúgy a bárány sem bírség, mert kollégám nem kell állandóan az estiket átvészelnünk, szóval, ja, gyertek, barik. Amúgy tökre adom, hogy mindig, akár egyszer elkezdtük a sorozatokat, mindig ilyen tök békés, ilyen pusztaságba élettünk, sose volt az, hogy mit tudom, egy dzsungel közepe, vagy ilyesmi. Szóval ezt tökre adom amúgy a új Minecraftokban, hogy nem tudom, így olvassák a gondolataimat. Na jó, megvannak a cuccok, amelyekkel többet nem futunk össze, mert a múltkor a videóban se tett ránk túl jó hatást. Szevasz, véjecske. Nincs jobban semmi amúgy a nyers hústán, szóval, ja, tök finom. Nem találok egy darab bányát sem, nem találok sehol se bányát. Én nem tudom, hogy nekinek ezen amúgy lefele ásni, aztán lehet, hogy majd találok. De nem, én bányát akarok találni, itt szépen valami normális, ahol tudok szenet szedni, vagy valami értelmese. Ohoho, aztán megtaláltam. Ja, ott van vas, van mélység. Remélem, hogy ez szamár nem akar minket lerúgni. Jó, én azt mondom, hogy szerintem szerencsét próbálunk, és Geronimo! Ez az! Jó, oké, úristen. Aha, oda nem megyünk. Hol vannak a szenek? Nem találok egy darab szenet se, jó. Lehet, hogy kővel kéne, hogy kezdeni legyen kőcsákányunk. A sőjesség, és akkor tudunk szedni vasat legalább. És meg is van a kőcsákányunk. Jó, szóval ez azt jelenti, hogy ott a szén! Ott a szén! Köszönöm, jó, akkor lesz már vas szívünk is, meg lesz szén szívünk, jó, na nem tudok én sem mindent. Miért nekem egy darab vasak itt a izéknél? Ez régen nem így volt, ez egy 8, ez ilyen más világ. Azt tudom, hogy hol vagyok, de jó, oké, na. Tényleg megijedtem, ne levessél ki! És elveszett minden cuccom? Nem áll! Jaj, de boldog vagyok, hogy mindent kezdhetünk előről. Ez az, semmi másra nem vártam. Se gyapjunk, se kajánk, se semmink. Jó, mondjuk a balik, azok nem mentek el legalább. Sziasztok, hello, visszajöttem egy másik adagra. Köszönöm. Nem tudom, hogy srácok, mit gondoltatok az előző videóban, ahol ilyen maradt 100 napját mutattam be. Tehát most ezek a bárányok lehet, hogy átérzik azt a fájdalmat, amit én ott éreztem. Jogi srácok, értek, most eljövök el, csak a barátaitok jártak eléggé rosszul, de ja, majd egyszer találkozunk. Jó van, ne nevessetek, nyugodjatok le, bárkivel előfordulhat, hogy beleesik egy gödörbe. Ott a szén, ott a szén, ott a szén, ott a szén! Végre! Oké, legalább szénszívünk lesz. Fogalmam sincs, hogy mire jó, fogalmam sincs, hogy mit tudunk vele csinálni, de legalább lesz szénszívünk. Jó, pont 4 darab van. Azt hiszem, hogy kell hozzá egy üveg, ha jól emlékszem, de őszinte leszek, nem vagyok benne biztos, de mindegy, kipróbáljuk. Kell egy sütőt csinálnunk gyors, meg akkor már kőcsel kellünk, mit tudom én. Szedjük szét ezt a hegyet. Jó, eltört a csákányom, ez biztos azt jelenti, hogy sokat dolgoztam. Szedjük ki a izét, ezt, oké. Csináljunk gyors egy kemencét. Szedjünk ki egy homokot, és akkor elvileg van a homok. Na jó, oké, ennyi csak elég lesz már szerintem. És akkor ezt szépen kiégetjük, és akkor ebből elvileg már tudunk csinálni egy kő szívet. Addig pedig csináljunk gyors egy kőcsákányt, hogy legalább bányászni tudjunk, majd már a következő az majd a vas szív lesz, és utána redstone szív, meg így tovább, hogy meglátjátok. Meg is van az üvegünk, és én azt mondom, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen is ez a wow! Ez elvileg mostantól nekem mindent kiéget magától, tehát bármit kibányászok, az már ki lesz égetve. És várjátok, azt írta, hogy a kaja is, tehát ha én most ezt a malacot megölöm, akkor lehet, hogy alapból sült hús kapok!
Mekkora? Jó, oké, csináljunk izét, várjátok, csináljunk kőkardot, és akkor meg vagyunk mentve. És akkor nem is kell többet szenvedni soha az égetés, nem is kell a kemence, el sem viszem magammal, minek. És, ja, de fám nincsen. Indulhat a malacvadászat, és becserkészi a vadat, és követi, és nem vesz észre, és hátulról letámadja! Mondom, letámadja! És már meg is van a reggelim, vagy a vacsorám, ki hogy szereti. Na jó, elég a bóckodásból, sajnálom Sanyi, vagy nem tudom, hogy hívnak, nektek végetek van. Gyertek ide, nem menekültök, tudom, hogy láttátok, hogy mit tettem. Nem, nincsenek bizonyítékok, meg nyomkövetők, vagy szemtanúk, vagy hogy hívják ezeket. Gyerünk, nem futsz el. Jó, ennyi. Ezt talán most egy ideig elég lesz, viszont akkor én azt mondom, hogy kiütöm ezt, a sütő az nem fog kelleni, és keresünk vasat, és fogalmam sincs, hogy az a szív mire lesz jó, de azt mondom, hogy a vas szív az a kis szív. Szóval csináljuk egy kis szívet. Ahhoz, hogy azt elérjük, le kéne menni vasat találni. Szóval én azt mondom, hogy nagyon bátran elindulok lefelé egyedül a világ veszélyei ellen. Ott van a barátom. Ott van a barátom. Mit tettél velem? Azt gondolom, hogy nem látok semmit, nem tudom, ti láttok-e bár. Aha. Jó, én azt mondom, hogy keresek egy másik bány. Oké, ez itt valamennyire biztonságosabbnak tűnik, legalábbis így első látása. Aha. Hello. Ugye remélem, hogy azért valamennyi HP-n van, és nem az, hogy egy ütésben mindenki megöl engem, mert ugye hát egy HP-n van, nem most már van kettő szívem, akkor semmi. Jó, aha, zombik. Jó, a zombik szerencsére nem annyira erősek, mint a creeperök vagy a skeletonok, csak azokkal ne találkozok, és én tökre boldog leszek. Jó, szedjünk ki szenet. Na, világosság, mindjárt jobb. Oké, ezeket szépen kiszedjük, és lesz fákjánk, és akkor tudunk vadászni vassal. Bárki van is itt lent, csak szólok, hogy 4 éves fekete karati és öves vagyok, szóval vigyázzatok. Ó, van vas, oké, jó, kösz. Lejjebb úgyse megyek már, köszi. Mondjuk kéne még redstone találni, mert a redstone szív az, ami a legópébb, azzal konkrétan nagyobbat tudok bányászni. Meg aztán jön a kaja szív, meg mit tudom még, rengeteg cucc van még, szóval, ja, lehet, hogy kéne találni egy falut, az lenne talán a legópébb, de mindegy, meglátjuk majd. Megvan a vas szív, azt hiszem, ja, mert ez most ugye ilyen alapból megkaptam. Itt van a crafting table-ünk, és jó, csináljuk meg a vas szívet, itt is van. Ez pedig, mit adott? Nem tudom. Ó, hogyha minden igaz, ez Resistance Potion Effect, ez vagy a éhség, vagy a gyógyulás. Azt hiszem, hogy szerintem gyógyulás, talán, vagy nem tudom, Resistance. Az talán az, hogy tényleg nem éhezek? Lehet, hogy a nem éhezés. Ja, ez a halhatatlanság! Ne szívassál már! Akkor kevésbé vagyok sebezhető. Jó, ez jó cucc, csináljuk meg gyors a vasságunkat, és menjünk keresni redstone-t, mert hogyha az megvan, akkor kb. Kijátszottuk a játékot. Itt lefele nekem ez nagyon jónak tűnik, ez a barlang. Talán itt, igen, itt tovább lehet menni. Oké, aha, jó barlang. Na jó, elmegyünk erre, ez itt sokkal jobbnak tűnik. Amúgy ez a bronz valamire jó, valaki tudja, nyugodtan írjátok le a kommentbe, mert fogalmam sincs, hogy mire jó. Ez az új Minecrafthoz annyira nem értek, szóval tanítsatok nyugodtan. Oh, hello Sanyika. Gyere, várjál, gyorsan, jó, oké, üsként, nézd, bányász ki nekem a vasat. Kösz, tesó. Na, jó, köszönöm. Na, szóval erre itt nagyon érdekesen van kialakítva ez a bánya. Őszintén azt tudom, hogy mi ez, meg ez hogy működik, de nagyon epikül néz ki. Ott a reston. Ott a redstone, srácok, megtaláltuk a redstone-t, oké. Van végtelen bányászási cuccunk. Mekkorák ezek a barlangok? Nagyon epikül néz ki, gyors. Ezt a izét szedjük itt le. Hello, jó, oké. Meg amúgy ennyire magasan van már redstone. Eléggé furcsa, de mindegy. Nem baj, van redstone, ez a lényeg. Jó, és kéne nekünk crafting table, mert azt ott hagytuk. Nagyon jók vagyunk. És ebből meg is tudjuk csinálni magunknak a redstone szívet. Ami azt jelenti, hogy sokkal jobbat fogunk tudni bányászni, meg is mutatom. Szóval... nagyjából így ezt jelenti. Igazából innentől kezdve gyerekjáték lesz szerintem gyémántot találni. Nem tudom, hogy ebben az új Minecraftban mennyire van mélyen amúgy a gyémánt. Látok, ezt itt kiszedjük, hogy azért, ja, igen, ez így meglegyen. Na várjátok. Ajaj, közben támadnak engem, de halhatatlan vagyok, szóval. Nem vagyok halhatatlan. Nem vagyok halhatatlan! Csak gyorsan tölt vissza a HP-m. Csontváz, figyelj már, azt tudom, hogy nem is látlak. Hol vagy? Ne, segítség. Nem akarok itt meghalni, ez még túl korai. Tök jól állunk, tök jó cuccaim vannak, de itt üldöznek engem a mobok. Erre nem volt szó, hogy ennyire nehéz lesz. Hello. Jó, nyugi. Jó. Jó. Oké, jó, legyőztük. Na jó, a mobok, nekem nem kell semmi más, csak egy darabka gyémánt, vagyis 4 darab, de mindegy, kb. Ugyanaz. Vajon lazurit szív van? Kideríthetnénk. Jó, oké, itt még lejjebb lehet jönni. Azt mondtam, hogy már kezdek félni amúgy, hogy ó, arany. Nem tudom, hogy arany szív van-e, de mindjárt azt is kiderítjük. Kezdek itt félni, annyira nem vagyok, hogy azt tudom, hogy fogok tudni feljutni. De mindegy, jó, ezt szedjük ki.
Oké? Nagyon menő. Jó, én azt mondom, hogy nem tudom, hogy milyen mélyen vagyunk. Ez mit jelent? Várjátok, mínusz 48. Nem tudom, itt lent lehetnek-e már vajon izék, gyémántok, de én amondó vagyok, hogy elkezdek lefele ásni. És keresünk cuccokat, minél többet. Hát találkozunk gyémántal. Így amúgy a bányászás annyival, de nagyon könnyebb. Tehát, hogy nem kell szenvedned, vagy semmit csinálnod, csak ütöd a blokkokat, és mész előre. Olyan, mint hogy te nem tudom, ilyen alagutatást, vagy fúró lennék, vagy nem tudom, de... Ja, imádom ezeket a egyedi szíveket. Amúgy, ez bedrock? Ez bedrock, jó, akkor szerelem vagyunk. A bedrock? Ki bírom ütni a bedrockot? Hallod? Ez mi? Ez biztos, hogy bedrock? Na, álljátok. Ja, szerintem ez bedrock, jó. A bedrockot szerintem hagyjuk, jó? Tehát, hogy azt nem akarok bedrockot bányászni szerintem. Inkább szén kéne. Az a gond, hogy lehet, hogy túl mélyen vagyok, vagy nem tudom, hogy tényleg milyen mélységben lehetnek itt gyémántok, vagy bármi. A lávát is konkrétan kibírom ütni. Nagyon-nagyon OP ez a bányászat. Ideig nagyon-nagyon tetszik. Nem tudom, ez olyan facsákányon is működik, vagy kősákányjal, de ideig nagyon OP. Tényleg már csak gyémánt az, amire várnék, meg úristen, tele vagyok blokkokkal, meg hello, hello pok, oké, úgy tűnik, hogy te nem vagy ilyen OP. Jó, hogyha kiütöm a blokkot a zombi alatt, ami most azon gondolkozom. Hello zombi, várjál. Na Mizu, várjál, lebírsz olyan esni? Lejjebb nem bírok bányászni, jó, mindegy. Menjünk itt felszintem a bányákba, lehet, hogy könnyebb lesz gyémántot találnunk. Nem tudom, hogy jól látok-e, de azt mondom, hogy az ott egy spamner. Igen, az ott olyan egy spamnernek, jajaj, nyugi, méghozzá egy pók spamner. Hello. Hello, nyugi, én csak itt erre jártam, jó? Vegyük körbe, gyorsan. Oké, na mik vannak a ládákban? Ne, már. Konkrétan gyémánt szívet találtam a ládákból? Lehet ilyeneket találni? Jó, megvan a gyém... amúgy tényleg nem is tudottam. Ott vagyok a szíveken. Látjátok, ott vagyok én. Ott van kis. Már csak Kuzsit kell megtalálnunk. Na jó, ez így eléggé OP amúgy, hogy tényleg konkrétan tudok gyémánt szíveket találni így ezekben. De én annál jobban örülök. Jó, találtunk búzát is amúgy. Meg találtunk csontokat, azok is jól fognak majd jönni, mert amúgy van mobos szív, meg mindenféle. Jó, kenyér, meg még több búz, ezek fognak kellene ugye a többi szívhez. Ezeket elhozzuk, ami nem kell, ezeket meg lepakoljuk. Jó, most már csak egy falut kéne találnunk. Ha minden igaz, azt pedig mehetünk igazából az endbe. Jó, én azt mondom, hogy a legegyszerűbb módját választottam annak, hogy kijussunk. Jó, oké. Oké, kim vagyunk. Na jó, ne. De tényleg ne szívassál már. Ilyen nincsen. Oké, jó, megyünk a faluba. Engem valahogy ez a világ nagyon szeret. Nem tudom, hogy tényleg hogy csinálom, de engem nagyon szeret. Na jó, keresünk gabonát, vagy ilyen búzát, vagy ja, igen. Oké, és ebből tudunk csinálni, hogyha minden igaz, kaja a szívet, és akkor meg lesz húsnak is a szíve. Na, tök tele vagyunk. Jó, ezeket kidobáljuk? Oké. És ha minden igaz, most így meg lesz nekünk húsnak is a szíve, ha lenne fánk. És amúgy van kovács is ráadásul. Na jó, nézzük, hogy mi van a kovácsnál. Az igen! Mi volt az a hang? Nem tudom, mi volt az a hang, de oké. Oké, találtunk egy vassapkát, meg három obszidiánt. Nem rossz. És hogyha minden igaz, ezzel meg is van a kaja szívünk, szóval nézzük is meg, hogy ez hogy működik. Itt is van, és ott van lent húsi. Látjátok, ott van húsi. Nagyon menő. Szóval a kaja. Ami nem is tudom, hogy a gyémánt szív meg a kaja szív mire jó, várjátok már. Oké, utána néztem, elvileg, hogy sebződök, le fogsz adnod nekem egy gyémánt gólemet. Nem tudom, hogy ez hogy működik, szóval én azt mondom, hogy teszteljük. Gyerünk! Aha, Diamond Golem, hello! Hogyha ezt most meg... Jaj, de erős vagy! Jaj, de erős vagy! Várjál, oké, de meghaltam? Ne szívassam, hogy meghaltam. Mondtam, meghaltam. Jó, oké, váltok. Jó, nyugi. Gyerünk! Meg dobál nekem! Ja, meg amit kaját is kapok, hogyha sebződök. Az is benne van, nyugi. Jó, gyerünk, gyorsan. Valahogy... Nyugi már! Ne! Meghalok állandóan, amúgy... hol vagy? Hol van? Ott van, öt kell megölni. Gyerünk! Gyerünk már! Nem hiszem el, mennyi HP-d van? Jó, gyerünk gyorsan, okosan. Állandóan meghalok. Gyere már ide! Gyere ide! Megöljük! Gyerünk! Meg foglak ölni! Gyerünk! Fél HP! Jó! Nem hiszem el, mennyi HP-ja van? Várjátok, hol van? Meghalt? Szerintem meghaltam úgy. Hol volt meg? Várjátok, nálam van? Nincs nálam semmi. Ott van! Adott! Hány gyémánt az? 5 gyémánt? Oké, adott 5 gyémántot. Akkor rá kell mennünk azokra, hogy ezeket valahogy megöljük. Meg amúgy tele vagyunk kajákkal is, mert ugye a kajaszív az meg kaját ad, hogyha sebződök. Szóval ezek is jók, csak itt túl sok. Jó van, azt mondom, hogy készen állok a következő küldetésre, most van egy gyémánt kardunk. Talán ez egy kicsit könnyebb dolgunk lesz, hogy megpróbálok tényleg távol maradni tőlük valahogy. Jó, hello. De hogy ölnek meg mindig? Oké, nyugi Józsi, gyere, oké, jó, gyerünk,
Feláldozva rátámadok! Megvan! Oké, még több gyémánt. 8 gyémánt. Oké, tudunk gyémánt cuccokat csinálni, és akkor egyre könnyebb lesz szerintem őket legyőzni, legalábbis gondolom, hogy így működik. Ja, farmunk jó sok gyémántot. Jó, oké, nagyjából szerintem ez így elég is lesz, már csak el kéne rendezni a cuccokat, de amúgy azt, sziasztok, itt vagyok, full gyémánt szett, haha. Jó, meg mi volt egy csomó gyémántunk. Oké, ez is szerintem király, és én azt mondom, hogy akkor mit kéne csinálnunk? Kéne szerezzünk obszidiant. Jó, akkor mehetünk visszabányászni. Mondjuk azt mondom, hogy így azért annyira nem lesz nagyon nehéz talán lejutni. De úristen, csak nehogy... Ne, most miért támadsz meg? Ideig tök jóba voltunk. Ne már! Léci, Iron Golem! Iron Golem, ne csináld! Oké. Oké, ez itt így jó lesz, de... Nem tudom, hogy... Várjátok, itt mehetem, hogy ezt kiütöm. Aha, és ezt kiütöm mindet. Jó, oké, össze kéne szedni. Vagy van... Oké, van nálam. 9 darab obszidián. Ezt is kiütöm. Jó, oké. Van nálam 25 darab obszidián, jó. Jussunk fel, menjünk át a Netherbe. Szerzünk lángudat, aztán utána szerzünk Enderből. Úristen, mi mennyi cucc van. Jó, oké, ezeket megszerezzük és mehet, mehet. Mi volt a neve a sárkánynak? Lali, igen, mehet Lali legyőzése. Jó, eléggé jól állok szerintem. Valahogy így kell talán Nether kaput építeni, hogyha minden igaz. Ó, Istenem, hogy mindig spawnoltok, menj arrébb, Léci. Állj bele, ez az, állj bele, köszönöm. Jó, és elvileg, remélem, hogy jól léptettem meg. Na, hátok, csinálunk egy ilyet hozzá, oké. Okay. És hogyha most ezt begyújtjuk, mehetünk is át a Netherbe. Kicsit barátságosabbra emlékeztem, de oké, okay, ez is megteszi. Kerestünk kell ilyen nagy Nether bázist, vagy ilyen End bázist, vagy nem tudom milyen neve. Ezek, remélem, hogy ezek nem támadnak meg, ugye? Azt hiszem, hogy az a goblin cucc, az megtámad, ami ott volt. De várjál, hogyha azoknak én aranyat adok, akkor nem azzal, hogy adhatom úgy nekem... várj, ott volt, igen, ott van. Hogyha adok nekik aranyat, adhatom nekem cuccokat, nem? Aha, hello? Adjatok már egy kis enderpört, Léci. Neked is adok. Nyugi, 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 nek te is kapsz. Tudj, nyugi. Azok megölik. Oké. Okay. De most Iron Golem, miért ölted meg őket? Oké, okay, azt hiszem, hogy ezek az új piglinek csak nem fognak már bántani. Kidobálok ide egy csomó aranyat nektek, srácok, jó? Nyugi, srácok, nyugi, nyugi, itt az arany, ez az, gyerünk. Dobjátok, dobjátok a cuccokat, gyerünk. Nyugi, nem kell félni, ez az, dobjál valamit. Jó, 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 azt hiszem, igen, oké, okay, kaptam enderpörlöket, srácok. Jó, minden oké. Okay. Na, nyugi, 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 oké, okay, értem, elfölt az a... Ne, Iron Golem, támadás, megölni mindet, oké, okay, ez a szép. Jó van, kaptunk enderpörlöket, szóval talán most már túl fogjuk tudni élni a izét. Ott is ott vannak piglinek, menjetek, majdnem piglinek elég volt belőletek, nyugalom. Én csak majd egy Nether bázist akarok megtalálni, és kész, kijátszottam a játékot. 2000 years later. Jézusom, Istenem, na jó, srácok, lehet, nem fogjátok nekem ezt így megérteni, de konkrétan eltelt egy nap, amióta utoljára láttátok azt a felvételt. Egy ilyen Nether bázist megtalálni valami borzalmas, tehát hogy én elhiszem, hogy nem tudom, kellett nehezíteni a Minecrafton, meg túl könnyű volt, de konkrétan, hogy ilyen borzalmasan nehéz megtalálni egyetlen egy darab Nether bázist, az valami hihetetlen. Na mindegy, itt vagyunk, most már sem más dolgunk nincsen, csak az, hogy ezeket levadásszuk, jó? Oké, okay, és szerezzünk minél több izét, Endrudat. Ezek is össze-vissza elmennek, meg mit tudom én, meg közben, hogy sebződök, kapom a izéket, Iron Golemeket, meg mit tudom, ó, az, Iron Golemek segítenek, srácok, ez az, támadjatok, azaz, ügyesek vagytok. Hol a Endrud? Hol az Endrud, srácok? Valami azért, nem tudom, valahogy azért okosabban támadhatnátok őket. Az Iron Golemek, gyerünk, ott vannak bent, öljed, öljed már, és mi bajod van, gyerünk, jó, oké, okay. Hol az Endrudam? Ott volt valahol. Ott van. Oké, okay. Azt fel kell szednünk valahogy. Megvan, oké. Okay. Jó, most arra megyek, hogy ne halljak meg. Oké, okay. Mennyi Iron Golem szondol már ide? Na jó, farmoljuk ki azokat a Enderudakat, gyerünk. Olyan nagyszerű érzés amúgy, ahogy így sebződök. Hullanak ki belőlem a kaják. Állandóan, meg az izék, Iron Golemek. Csodás, na mindegy, megvagyunk amúgy a izékkel, Blaze-udakkal. Én azt mondom, hogy jussunk vissza a való világba. Viszont biztosan úgy fogok visszajutni, hogy én visszasétálok, mert megkeresem, mondom, egy napig keresgettem. Hanem, leugrunk. Jó, oké, okay, így is van. Amit beállítottam, hogyha meghalok, a cuccaim nem vesznek el, de most őszinte leszek, egy csalás szerintem belefér. Haj, na most, hogy megvan mindenünk, csináljuk, igen, valamennyi Ender Pearl is elfogyott, mert ott izé dobálóztam, ott összevisz. Ha Istenem, a creeperök, komolyan mondom. Jó, oké, okay, ezt lecraftol... Mennyi kaján van? Arra kell menni, oké. Okay. Menjünk és keressük meg az Ender kaput. Remélem, hogy az Ender kapu is legalább olyan nehéz lesz, mint ezt a Nether cuccot megtalálni. Bízok benne, de...
azt hiszem, hogy jó úton haladok. Milyen baró már itt a jeges medvék között itt az északi sarkon, vagy nem tudom. Esküszöm, tökre adom, hogy ezt az új Minecraftos dolgokat meg ilyeneket. Hello, Maci! Ugye ez nem támad? Nagyon néz engem. Szegényem, hogy ott így bajban van. Várjál, segítek, gyere, tessék, kijöhetsz. Túléled, látod? Megmentettelek! Meg szerintem ezek amúgy tudnak úszni. Na jó, mindegy, nem ez a lényeg. Megyünk tovább és keressük az endport. Aha, hogy már visszafele van, értem. Jó, amúgy biztos is benne nem kell azért az egész tengert átúszom meg ilyenek, de mindegy. Aha, várjál már. Ja, nem, aztán majd lefele ment. Jó, oké, ebbe az irányba kell menni, nem is kell, remélhetőleg odaérünk. Jó, megint más irányba mutat, szóval elvileg valamerre, erre talán már lehet, hogy oda kéne érkezzünk. Jó, nem kéne ennyire bátran dobálni a szemeket, mert bármikor, aha, igen, eltörhet. Szóval kicsit spórolni kéne, legalább 10-nek ugye maradnia kéne. Vagy múltkor talán 9 maradt, már nem emlékszek. De ja, csak az a gond, hogy most már nem tudom tényleg mikor megyek túl, mikor nem. Aha, visszebb. Jó, ez nagyon-nagyon kezd tetszeni amúgy. Oké, és hogyha minden igaz, talán itt, hogyha ledobom, nem, még egy kicsit visszebb. Jó, de valahol itt lesz lent. Valahol itt lesz lent, ez már biztos, pont a tenger alatt. Ezt javassál már. Aha, igen, itt lement. Oké, szóval hogyha itt elkezdünk ásni, akkor elvileg biztos, hogy egyszer le fogunk jutni, csak tök jó, hogy pont a víz alatt van. Na jó, őszinte leszek, kezdek nagyon-nagyon mérges lenni, hogy semmi nem jön össze, és mindenet szét kell magamat szenvednem. De nyugi, túléltünk minden. Úram, atyám, léci, menjetek arrébb, jó? Oké, keresünk az end portált, és jussunk át végre Lalihoz, és győzzük le Lalit. Megmutatjuk neki, hogyha már vészenvettük ezt az egészet, valahogy le kell győznünk őt. És az utolsó gyöngy. Menjünk át minél gyorsabban, gyerünk. Jó, oké, hol van? Hol van Lali? Lali, érted, jöttem! Most elkaplak, most véged van, végre legyőzlek. És végre normálisan legyőzlek, legalábbis remélem, hogy legyőzlek. Oké, ott van fent valahol. Nem tudom, hogy hogy csináljam. Most menjek fel és megint egyesével szedjem szét ezeket a cuccokat. Csak megint lehet bele fogok halni, legalábbis remélem, hogy nem fog belehalni. Kéne jó sok blokk, de jó sok blokkom van. Jó, szóval mindjárt szedünk. Menjünk fel és egyesre ütögessük szerintem ezeket szét. Csak remélem, hogy nem esek le, hajtok, rakunk mögém egy ilyen blokkolót. Létsz. Oké, második próbálkozás, most már hoztam magammal íjat, meg ilyeneket, hát talán ezzel több esélyem lesz, meg hoztam aranyalmát is. Légy szíves, Lali, add fel magad, jó? Nem kell küzdenünk, amúgy lehetne azt is, hogy békésen megoldjuk, érted? Nem tudom, beleszállsz a portálba, hogy valami azt szétütöd nekem ő. Ez azt számítok ti is, légy szíves, nem is akartam kérni tőletek. Jó, egyesül elkezdem szétlőni ezeket a cuccokat. Remélhetőleg el is fogom őket talán találni, hogy... Na, oké, jó. Megpróbálom tényleg mindent itt szétlövöldözni, és akkor neki támadunk Lalinak. Mondjuk Lali az most pont ott van lent. De, ó, Istenem, menjetek majd innen, Endermanek! Jó, elég jól állok, már csak 2 darab ilyen portál van. Jó, az is megvan, léci. Jó, az is megvan elsőre. Gyerünk, jó, szétlőjük! Lali, megkapod! Gyerünk! Jó, oké. Azt hiszem, hogy jó ez így. Felém jön. Nem gondolom úgy ez egy kicsit? Nagyon felém jön. Jó, oké. Jaj, ne! Nagyon rám támad! Lali, menj innen! Jó, oké, azt hiszem jól állunk. Gyerünk, gyorsan, valahogy öljük meg. Nem bírom már ezt, de komolyabb oldob. Gyerünk! Nem tudom őszintén, hogy hova tűntek a szíveim, de nem is akarom megtudni. Gyerünk, Lali, gyere le! El foglak kapni! Nincs esélyed itt repülgető össze-vissza, gyerünk! Gyere le, nyugodtan, gyerünk! Jó, eltalálom. Jó! Az ijesztő volt. Oké, amúgy az Iron Golem meg nem akarnak nekem esetleg segíteni? Vagy bármi, hogy elég jó lenne. Jaj, kikerüljük, jó? Oké, vannak itt ilyen Ender Pearl-ök, ezeket felszedjük. Gyertek, oké. Gyerünk, Lali! Nincs esélyed! Gyere le az izéhez! Ott a szökőkútnál találkozunk, gyerünk! Jó, azt hiszem leszáll, vagy nem? Nem tudom, most köröz. De már nincs amúgy annyira nagyon sok HP-ja. Ez így egészen nyerhető lehet. Találnám már el. Miért repkedett körbe azt a tornyot, Lali? Ott nincsen semmi. Itt vagyok lent. Hallod? Gyere le! Jó, akkor repkedj körbe. Nem tudom, mit csinál, de azt hiszem kezd lejönni. Ez azt jelenti, hogy kezd lejönni? Szerintem nagyon azt jelenti, hogy kezd lejönni. Aha, lejön. Oké, azt hiszem, hogy lejön. Gyerünk! Na, Lali, most megkapod! Gyerünk! Jó, oké. Nagyon sebződik össze-vissza. Ideig tetszik. Jó. A felét lehet, hogy levisszük. Jó, le is vittük a felét. Ó, visszajöttek a szíveim. Nem tudom, ja, szerintem azért tűnnek a szíveim, mert az aranyalma miatt, szerintem is gond. Oh, az izék! A Iron Golem támadt őt! Mekkora? Gyerünk! Ez az üssük! Üssük, kiszabadult, jó, nem baj. Nagyon sok HP-t levittünk. Nincsen mások, elfőtt a nyilam. Ne szívesen, hogy elfőtt a nyilam.
Jó, akkor megvárjuk, hogy megint lejöjjön. Jó, azt hiszem száll lefele. Jó, igen, ez azt jelenti, hogy száll lefele. Jó, nem akarok belemenni ebbe. Gyerünk, Iron Golemek, mindenki, fogjunk össze, és jösszük le, gyerünk. Nincsen túl sok, én nem bírom. Na, azaz, gyerünk, meg tudom ütni. Üssük, nincsen túl sok HP-ja. Ez már csak lemegy neki, gyerünk. Nem engedjük el, ne engedjétek, hogy elszálljon. Gyerünk, gyerünk. Jó, nincsen sok. És megvan. Legyőztük Lalit. Végre legyőztük. Megcsináltuk. Jézusom. Ott a izé kapu. Menjünk be minél gyorsabban. Tűnjünk el innen. Jönnek az endermenek, de nem érdekel, nem állok meg. Oda bebírok egyáltalán, oda be tudok szerintem oda menni. Mert van ender pörlöm. Bedobom azt, valahogy bemegyek, vagy nem tudom. Betalálok, Yugi. Gyerünk. Jó. Nem. Első nem ment. Nem. Jó. Ne szívassál már, légy szíves. De... Srácok, legyőztük az Ender Dragont, meghívjuk a Minecraftot, ezek voltak a videós szívek. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha még akartok ilyen videót, akkor nyomjatok a like-t és iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Én Dani voltam, Dani legközelebb, sziasztok!